Néhány héttel ezelőtt még gőzelővel azon dolgozott a tolnai ifjúsági fúvózenekar, hogy a lehető legjobb teljesítménye rukkoljon elő azon a nemzetközi versenyen Spanyolországban, ahová meghívást kapott. A világból összesen alig 20 ilyen együttes látogathatott el Valenciába. Csak hát a világjárvány keresztül húzta a szervezők, no meg a tolnaiak számítását is. Persze nem adták fel a reményt, de a karanténban nehéz zenekari próbát tartani. A helyzetről és a lehetőségekről beszélgettünk Tari Gergővel otthonában. Hát igen, nem könnyíti meg a helyzetünket most ez a vírus, de ugyanúgy folytatódnak a próbák, igazából most online formában tudunk dolgozni. Ez hát nem egyszerű, azt kell, hogy mondjam, mert amit egyszerre hallok általában egy zenekari próbán, azt most ugye egyesével mindenkitől szépen meg kell hallgatni, és ez rengeteg időt meg energiát emészt fel. De az a helyzet, hogy a spanyolok még hát nem mondtak konkrétan nemet a versenyre, mivel hogy ez csak júliusban lesz, tehát gondolom ők is próbálják húzni az időt, ameddig csak nincs konkrét döntés ezzel kapcsolatban, hogy most végül is megrendezik-e idén a versenyt, vagy sem. Ha nem lesz idén viadal, akkor a meghívás érvényes a jövő évi fesztiválra. Az persze kérdés, mi a jobb? Még idén újra felhozni a zenekart, vagy kivárni a következő évet? Hát talán ez a legnehezebb kérdés, amit most kaphattam. Igazából én nagyon-nagyon szeretnék menni, akár idén is, mert szerintem a zenekar szakmailag készen áll arra, hogy el tudjunk menni. Nyilván ez a jövő zenéje, hogyha esetleg vége van valamikor ennek a fennálló helyzetnek, akkor hogyan tudunk újra együtt dolgozni, és nyilván akkor tudom majd ezt konkrétan megmondani, hogy most idén, vagy jövőre, vagy bármikor. Tehát ez nagyon nehéz kérdés. Nem tudom most így felmérni az állapotokat majd, mert hogyha lecseng ez az egész, akkor talán konkrétan tudok mondani. Azt kértem a gyerekektől, hogy mindenki a saját szólamát küldje el nekem videóformátumban, vagy így online videóbeszélgetésben tudok nekik segíteni esetleg a saját szólamuk gyakorlásában. Hát sajnos most együtt nem tudunk muzsikálni, mert hogy a technikai feltételek most egyáltalán nem adottak ahhoz, hogy az a helyzet, hogyha a interneten próbálnánk meg együtt játszani, akkor mindig lenne egy pici csúszás egymáshoz képest, ugye a különböző internetsebességek, meg wifi helek miatt, úgyhogy az sajnos nem jön össze. Hát olyat tudnék csinálni, hogy mindenkitől bekérek videót, és akkor azokat összevágjuk, meg ilyen kisebb csoportokban azért meg tudjuk hallgatni egymást, úgyhogy hát próbálkozunk most ebből a helyzetből a legjobbat kihozni. Ahogy beszélek a srácokkal, igazából mindenki nagyon motivált, még most is ebben a helyzetben, sőt, még talán jobban is akarjuk a nehézségek ellenére ezt a dolgot. Mert nagyobb az összetartás most, én úgy érzem. A spanyolországi vendégszereplés mellett számos további koncertről is le kellett mondania a zenekarnak. A közös próba hiány azért nyilván rányomja a bélyegét a munkánkra, de szerencsére nagyon jól ment az eddigi felkészülés, már mint a vírus előtti felkészülésünk, úgyhogy hát szinte már készen voltak a darabok, meg hát ugye most szombaton lett volna a nagy koncertünk, amin már játszottuk volna ezeket a műveket, tehát igazából olyan nagyon nagy munka talán nem lesz vele, de nyilván szükség lesz arra, hogy ezt így intenzíven próbáljuk majd, hogyha úgy alakul. Lemondtak nekünk egy balatonföldvári regionális fúvózenekari versenyt, aztán most lett volna ugye nagy koncertünk, ezen a héten szombaton mentünk volna Szerbiába vendégszerepelni, egy ilyen saját önálló hangversenyt adtunk volna ott is, és hát még azért rengeteg program van, amit sajnos le kellett mondanunk most ez miatt, hát nem örülök neki egyáltalán, de hát reméljük, hogy ezek majd idővel azért visszajönnek. Egy karmesternek karanténban nem egyszerű az élete, mondja Tali Gergő. Tanítok most ugye itthon, meg próbálok figyelni arra, hogy tényleg ne érintkezzek úgy senkivel, nem menjek nagyon emberek közé, tehát hogy igyekszem betetni is az ajánlásokat. Úgyhogy hát itthonról tanítok. Ez egy picit nehézkesen megy, de szerintem elég jól veszik a gyerekek, a növendékek, meg hát természetesen a szülők is ezt az akadályt, mert talán nekik a legnagyobb kihívás.
Ugye a gyerekek egy pillanat alatt álltak erre az online oktatásra, én azt vettem észre, nekik ez nem okoz akkora problémát. A szülőknek kicsit nehezebb, hiszen ők nem szaktanárok, azért sok esetben olyan problémákkal találkoznak, amivel hát úgy általában csak én az órán, és akkor ezt most valahogy nekik kell megoldani. A napokban volt például egy ilyen hát hangszer probléma, konkrétan az egyik klarinéttal volt egy kis javítási művelet, azt ugye elég nehéz így elmagyarázni interneten keresztül, vagy videóbeszélgetésben, de hát azért találtunk arra is megoldást szerencsére. Valencia tehát még ott lebeg a zenekar szem előtt, hogy idén vagy jövőre egyelőre nem megmondható. De a Tolnai Ifjúsági Fuvolzenekar életének talán legnagyobb feladata megvárja a zenekart.